Meghatározó évforduló és egyben fordulóponti Szerencs életében, hogy idén 100 éves lett a csokoládégyártás a városban. Ennek tiszteletére Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója, elkészített egy kötetet, ami a 100 éves csokoládégyártás történetét dolgozza fel. A könyv bemutatóját december 7-én a Rákóczivár lovaktermében tartották meg. Egy rövid verses felvezetőt követően Nyíri Tibor, a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Az elmúlt években úgy látja, hogy egyre kevesebb szer van könyv az emberek kezében, de úgy gondolja, hogy ez a bemutató megmutatja, hogy a hagyományos érték, a kultúra pótolhatatlan. Véleménye szerint ez a könyv és az éven számtalanszor ünnepelt évforduló megmozdította azokat az embereket, akik a csokoládégyárban dolgoztak. Tudja, hogy a Nestlé már nem ugyanazt nyújtja, ami régen volt, hiszen sok minden változott. Ugyanakkor a csokoládé él és élni akar, az emberek megőrzik szívükben ennek jelentőségét. Kiemelte, hogy a csokoládégyár nem csak munkahely, munka és a termékek helyszíne, hanem Szerencs és lakóinak egy része. Fontosnak tartja, hogy a szerencsi csokoládénak országos elismertsége van, aminek köszönhetően már a város neve is összekötődött a csokoládé szóval. Ezt a könyvet kiválónak tartja az utókornak, hogy összekösse a családokat és a város közösségét. Hiszem, hogy ami a könyvben megörökítése kerül, az hosszú távon megörökítése kerül, és olyan formába, ami maga egy kulturált forma. A szerző nagyon sokat dolgozott azon, hogy összegyűjtse egy helyre, egy könyvbe azt, ami jellemzi a 100 éves szerencsi csokoládé gyártásnak a történetét. Ezt tudjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig egy emlékezetes dolog, nagyon szép a szerkesztése, nagyon sok kép van benne, és én úgy gondolom, hogy minden szerencsi fog találni benne ismerőst. És az, amikor a szeretteinkről, ismerősünkről olvasunk, látunk, akkor az nagyon sok kellemes emléket fog ébreszteni a szerencsiekben, és nagyon hosszú távon még jobban megerősödik a együvé tartozás, az, hogy mi szerencsiek vagyunk. Én ebben, ennek a könyv üzenetét ebben látom, hogy a mai vészterhes háborúkkal veszélyeztetett gazdasági válsággal, vírussal veszélyeztetett világban lenni kell olyan pozitív érzéseknek és élményeknek, ami az embereknek egy pozitív érzés, és ez a könyv ez egy ilyen lesz, ha mindenki végignézi. Vitályos Eszter a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese parlamenti államtitkára beszédében elmondta, hogy Magyarországon nincs olyan középkorú ember, aki ne hallott volna a szerencsigyáról. Véleménye szerint a város nem csak a természeti adottságai miatt különleges, hanem az emberek szemléletmódja miatt is. Hangsúlyozta, hogy nem csak a kész termékekről szól ez az alkalom, hanem sokkal inkább a szakmai hagyományoknak és a gyár dolgozóinak felhalmozódó tudásának továbbörökítéséről. Rengeteg ember megélhetését biztosította ebben az elmúlt évszázadban az üzem, akik napról napra végezték munkájukat. Betekintve a város életébe hiszi, hogy ha bár hamarosan lezárul ez az emlékév, ugyanígy lesz majd 200. is. Tőle dr. Kon Zsófia országgyűlési képviselő, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese vette át a szót. Az egész évet egy örömteli ünnepnek tartja, amelynek középpontjában a csokoládé áll. 1923-ban indult meg a csokoládégyártás a városban, és azóta az egész nemzet identitásához hozzátartozik ennek tradíciója. A Tokaj hegyalja vidék kapuja Szerencs, ahol nagyon összetartó közösség alakult ki. Elmondta, hogy a magyar kormány közreműködött az új csokoládégyár megépítésében, ami lehetővé tette, hogy ismét egy helyen tudják folytatni a munkát. Fontosnak tartja, hogy az édességkészítés területén képzéseket is indítottak, amit szeretnének a későbbiekben továbbfejleszteni. Nagy lehetőséget lát a városban ahhoz, hogy élelmiszeripari központtá válhasson, ehhez viszont szükséges a meglévő szakemberek tudásának átadása a jövő generációinak. Majoros Judit, a könyv szerzője ismertette a kötetet és megírásának körülményeit. Kiemelte, hogy mind a 100 esztendő megjelenik benne, mivel az utolsó lapokra az emlékév eseményei is be tudtak kerülni. Beismerte, hogy ha bár mindig is szerette a csokoládét, sosem gondolta, hogy ilyen közel fog kerülni ehhez a témához. Korábban jelent már meg egy szakmai kiadvány az üzemről, de ő arra törekedett, hogy írása olvasmányosabb legyen. A munka során látta csak meg igazán, hogy a gyár több, mint épület és gépek, hanem egy emberi közösség.
legpozitívabb élményként élte meg, hogy sok emberrel találkozhatott, és megismerhette személyes történeteiket. Elmondta, hogy eleinte tartott a feladattól, de hogy elmélyült a rengeteg forrásban és anyagban, kibontakozott előtte a történet. Hisz benne, hogy ez a történet még nem ért véget, még sok dolgot el lehet mesélni, több információ vár még a nyilvánosságra, amelyek újabb fejezetekkel egészíthetik ki a gyár történelmét. Egy tudományos kutatás előzte meg a könyvnek a megírását. Tulajdonképpen a könyv és a maga a tudományos kutatás és a kulturális alap Géniusz programjának a támogatásával valósult meg. Tehát ez az ötlet már, amikor beadtuk a pályázatot, akkor megfogalmazódott, hogy érdemes lenne a szerencsi csokoládé gyártás történetét alaposabban feltárni. Akkor még nem tudtam, hogy mennyi érdekes forrás, fénykép és támogatás fog felbukkanni időközben, tehát amikor nekikezdtem még a kutatásnak, akkor hagyományos történészi módszerekkel dolgoztam, levéltárakat látogattam meg, honlapokat kutattam, könyveket összeszedtem, és így tovább, de aztán utána kiderült, hogy itt a szerencsén fennmaradt több olyan nagy hatású gyűjtemény, amely nem csak tárgyakból, dobozokból, csokoládépapírokból állt, hanem kifejezetten dokumentumokból, egy tényleg igazán csodálatos forrásanyag. És nem volt könnyű a feldolgozása, mert a nagy többsége német nyelvű, hiszen Litti úr, a gyár első igazgatója, svájci származású volt, és a budapesti központtal németül folyt a kommunikáció nagyon-nagyon sokáig, tehát nem csak a dokumentumokat kellett tanulmányozni, nem fordítani is nagyon sokat kellett, de megérte a munkát, mert olyan új információk kerültek elő a gyár 1948 előtti történetével, ami teljesen új, és sok korábbi elképzelést felülír, pontosít, tehát mindenképpen egy nagyon-nagyon élvezetes munka volt. És amikor természetesen egyre jobban tisztult a kép, hát akkor egyértelmű volt, hogy ennek a kutatásnak az eredményét mindenképpen meg kell jelenítenünk, nem csak az édes ide kiállításban, hanem azért érdemes ezt a történetet papírra is vetni. Azt meg kellett tapasztalnom, hogy minden korábbi dolgozó nagyon szeretett a gyárban dolgozni. Nagyobb többsége a gyári dolgozóknak egyébként hölgy volt. Tehát viszonylag kevés férfi dolgozott a csokoládégyárban, rengeteg hölgy dolgozott a gyárban, és ez egy nagyon összetartó közösség volt. Szerették, támogatták egymást, és minden történeten átütött ez a szeretet, illetőleg sokszor a humor, az, hogy bár nagyon kemény fizikai munkát végeztek, de mégis egy összetartó közösségként dolgoztak. A beszédeket követően a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár részére felajánlott kötetet aláírta az előző 4 felszólaló. Lehetőség volt megvásárolni az olvasmányt, amelyet a helyszínen dedikáltatni is tudtak. Az érdeklődők feltehették kérdéseiket a maradék időben kialakult kötetlen beszélgetések során.